megkapjuk, ez az önkényes mérvadó. Nyári Gáborral, hello. Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Rögtön az elején beszélnénk valamiről, hárman férfiak, ezt azért meg szoktuk jegyezni, hogy gratulálunk, hogy menstruációs témákban három férfi okoskodik. No de ez van nekünk itt az asztalon, a Tampax nem egyedül, nem tudja ellátni tamponnal az amerikai piacot olyan áron vagy olyan mennyiségben, mint eddig, és magyarázkodnak, ők magyarázkodnak, miközben egyébként az egyéb gyártóknak is ellátási problémái vannak. Az ellátási láncok problémái és az infláció a legtöbb fogyasztási cikket nem csak Magyarországon, hanem az egész világon érinti, így az Egyesült Államokban is, ahol a nemrégiben kialakult súlyos tápszerhiány mellett egy újabb nehézséggel kell szembenézniük a nőknek. Alig lehet tampont és betétet kapni. Az Egyesült Államokban legnépszerűbb tamponok és betétek gyártója, a Procter & Gamble a hiány miatt egy 2 évvel ezelőtti reklámkampányra mutogat, szerintük ugyanis az Amy Schumer humorista szereplésével készült reklámok hatására a kiskereskedelmi forgalom robbanásszerűen megugrott, és a megnövekedett kereslet miatt nem lehet most kapni tampont a boltokban. Valószínűleg azonban nem ez az ok, hanem az, hogy a tamponok gyártásához használt kulcsfontosságú alapanyagok, például a pamut és a műanyag iránt egyrészt megnőtt a kereslet, miközben az ellátási láncot megakasztja az orosz-ukrán háború, mivel mindkét ország jelentős műtrágya exportőr, ami szükséges a gyapot termesztéshez. A texasi gyapotföldeket sújtó szárazság szintén hozzájárult a jelenlegi helyzethez. Én visszautasítom ezt a diszkriminációt, hogy mi férfiak kussoljunk a menstruációról. Mert hogy az egy női dolog, legalább egy nő kéne a stúdióban, ha menstruációról van szó. Nem gondolom, én azt gondolom, hogy a nemettől függetlenül, a korodtól függetlenül, a származásodtól, a bőrszínettől, a születési helyettől függetlenül megszólalhatsz egy témában, és a véleményed alapján lehet téged diszkreditálni. Ha hülyeséget mondasz, akkor azt lehet mondani, hogy hülye vagy ehhez a témához. De önmagában az alapján, hogy te férfi vagy és nem menstruálsz, ez most az a mondás, hogy mi férfiak kussoljunk a menstruációról, olyan, mintha azt mondanám, hogy a nők kussoljanak a fociról, vagy a nők kussoljanak a háborúról, mert nem értenek hozzá. Biztos, hogy nem értenek hozzá? Pusztán azért, mert nem nagyon sorozzák, vagy jellemzően nem sorozzák be őket, vagy jellemzően nem járnak meccsre, legfeljebb, hogyha a pasiuk mellett, vagy a pasiukhoz való kötődésüket kell ezzel kifejezniük. Nem gondolom. Azt gondolom, hogy egy nőről is csak akkor állapítható meg, hogy nem ért a focihoz vagy a háborúhoz, miután meghallgattuk a véleményét. És ez alapján elfogadható vagy nem elfogadható a véleményem, nem a nemi szerve alapján. De azért ez egy sántító analógia, hiszen nők is vesznek részt háborúkban. Ha valaki más azt mondja, pedig vannak női futballcsapatok is. Vannak. Míg vannak. A menstruáció számunkra valóban átélhetetlen. De várjál, de most azért, mert mi nem menstruálunk, nem lehet véleményünk a menstruációról. Azért, mert ha valaki azt mondja, hogy férfiak ne menstruáljanak, én ezt a felszólítást értem. Tudom értelmezni. Hiszen ha menstruálnak, hát már nem férfiak. Nem. Legfeljebb menstruáló férfiak, biztos van egy ilyen LMBTQ kategória. De én azt gondolom... Nagyon is létezik egyébként. A transznemű férfiak lehetnek olyan férfiak, akiknek a biológiai neve nő, és még nem járnak erről a hormonkezelésben, vagy a tranzícióban, ilyes formán még menstruálnak. Tehát olyan férfiak, akik még menstruálnak. Gábor, érted, mit magyarázok? Azt magyarázom, hogy nem vagyok hajlandó asszisztálni ahhoz a diskurzushoz, amelyben egy férfi pusztán a nemi szerve miatt, vagy egy nő pusztán a nemi szerve miatt egy bizonyos témához nem szólhat hozzá, mert kirekesztjük abból a diskurzusból, mondván, hogy ő nem ismeri. Figyelj, azért mi elég, meg tudod, tagadja az empátiát ez az attitűd. Én nem érezhetem bele magam egy menstruáló nőnek a szerepébe, vagy helyébe, mert az ő menstruációja az csak belülről, szervesen, azáltal a vér által, azáltal a kilökődés által átélhető. Ezzel egyetértek, és az empátia kérdésével is egyetértek, illetve azzal az állítással, hogy ha valaki azt feltételezi rólam, hogy nem vagyok képes empatikusan viszonyulni egy emberi problémához, akkor azt joggal kérem ki magamnak. Ugyanakkor azt is értem, hogyha egy jellemzően a női testet, vagy a társadalmi női szerepet vizsgáló kérdésről folytatunk valamilyen diskurzus, akkor nem árt
elhívni a stúdióba egy olyan embert is, aki egyébként érintett ebben a témában. De szerintem ez pont egy olyan hír, aminek a kapcsán nem szükségeltetik, hogy mondjam, feltétlenül egy női szereplő megszólaltatása akkor is, hiszen... Igen, is róla. Ez a kérdés nem magáról a menstruációról szól, hanem arról, hogy egy a piacon addig nagy számban eladott, keresett és bőven rendelkezésre álló termék valamiért most hiánycikké vált. A forgalmazó szerint erről egy stand-upos tehet, a világ piaci elemzők szerint pedig a háború. Hogy mondjam el, hogy az Amy Schumerrel a Tampax forgatott reklámot 2 évvel ezelőtt olyan szlogennel, hogy you gotta talk about it to learn about it, tehát hogy beszélj róla, hogy tanulhass róla, vagy hogy megismerhessd, elég felszabadítóan beszél a menstruációról, például plázában ilyen járókelő valódi fiatal csajokkal, hogyan használják, hogyan rejtegetik a ruhajújukban, amikor mennek a WC felé, beszélnek erről az anyukájukkal időben. Egy másik reklám kifejezetten ilyen netesnek tűnik, ami 4 percnél hosszabb, ami egy ilyen Saturday Night Live sketch-szerű jelenet egy női nőgyógyásszal, egy nőgyógyász nővel, akinek feltesz mindenféle kellemetlen kérdést, fertőzés veszély, ritkaság, gyakoriság, használat maximális ideje, méretekről, meg hogy a kellemetlen kérdéseket próbálja azt mutatni, hogy a kellemetlen kérdéseket fel lehet tenni az orvosnak, vagy a nőgyógyászodnak. Egyébként tök vicces, de közben érezni, hogy mit akarnak vele kommunikálni, ami részben nyilván a gyakrabb fogyasztás, de részben valódi egészségügyi tájékoztatásnak tűnik. Van egy rész, amikor egy plüss női nemiszervel bábozza el a doktornő konkrétan, hogy szülés után esetleg más szögben kell használni, és megkérdezi az Amy Schumer, hogy és szülinapokat tetszik-e vállalni. Szóval mindegy, súlyos, de ez egy Tampax reklám, és a polcokon nem csak ez tűnt el, eléggé ilyen kérkedő attitűd az, hogy emlékeztetnek egy 2 évvel ezelőtti reklámra, hogy nekünk az olyan jól sikerült, hogy mi? Hogy most az összes márkát mindenki felvásárolta, igen. És őrülten menstruál bele a világba, csak mert olyan jó volt a reklám? Igen, meg akkor ezek szerint hatalmas készletek halmozódtak fel valakinél, vagy valakiknél, vagy esetleg az amerikai nők millióinál. Ilyesformán valójában vásárolniuk sem kell újabb adagokat, hiszen a rendelkezésükre áll. Feminista mozgalmak rendszeresen tematizálnak a menstruációs szegénység fogalma mentén. Ez engem mindig hallatlanul felháborított. Amikor arról beszélnek, hogy bizonyos régiókban akkora a nyomor, akkora a szegénység, hogy nem telik a lányoknak, asszonyoknak tamponra, betétre, vattára. És hogy ez ki lett emelve? A menstruációs szegénység fogalma ki lett emelve az általános nyomor fogalom köréből? Hogy ott, ahol menstruációs szegénység van, mert nincs annyi pénz, hogy a menstruáló nőknek vattára, tamponra, betétre pénzük lenne, ott a gyerekek valóban 5-ször tudnak enni naponta? Ott valóban fel van fűtve a kunyhó, így mondom. Ott a viskó. Ott valóban van, folyik az ivóvíz? Van meleg víz? Lehet meleg vízben tisztálkodni? Hát úgy általában nyilvánvaló, hogyha valahol nem telik betétre vagy tamponra, ott millió és más szegmense sem teljesül a minimális civilizált életkörülményeknek. És kiemeljük ebből, mert feminista alapon akarunk tematizálni, kiemeljük ebből a menstruációt, és elkezdünk menstruációs szegénységről beszélni. Akkor mi itt a döntő különbség? Hogyan kell elhárítani a menstruációs szegénységet úgy, hogy magát a nyomort nem firtatjuk? Hogyan lehet ezt kiemelni? Mert orvosolni sem lehet önmagában a menstruációs szegénységet, vagy hogyha ingyen fogjuk adni mindenhol az országban. Mert gondolom nem lehet diszkriminálni szegényebb régiókat, vagy gazdagabb régiókat, hogy ne ők csak fizessenek, mert ott is vannak nagyon szegény emberek. Míg nyilván Szabolcsban is vannak olyanok, nem kevesen, akik megengedhetik maguknak, hogy tampont vagy betétet vegyenek. Ha mondjuk ingyenessé tesszük a tampont, a betétet, a vattát, és megszüntetjük a menstruációs szegénységet, az a nyomor, aminek most a menstruációs szegénység az
1%-a vagy a 2%-a, és ott a további 98% millió és egy vonatkozásban, az talán megszűnik. Vagy azzal nincs is dolgunk, hiszen mi kvázi, akik tematizáljuk ezt, feministák vagyunk, tehát a menstruációs szegénység az a probléma, amivel mi foglalkozunk, a nyomor összes többi vonatkozása azzal megfoglalkozom, kicsoda a Szociális és Családügyi Minisztérium, láthatóan nem nagyon érdekli. Értem, hogy azt érzed, hogy ennek a témának a kiragadása kirabolja a szegénység többi aspektusát, és gyakorlatilag fékezi a megoldást, de úgy is nézhetsz rá, hogy ez legalább ezt megoldja. De ez szexizmus. Hát arról van szó, hogy a nyomorból kiemeled a menstruáló nőket, tehát a már nem menstruáló nőket és a még nem menstruáló lányokat, illetve a férfiakat, meg a kölyköket, fiúkölyköket bent hagyod a nyomorban, és kiemeled... A lányokat is bent hagyod a nyomorban, hiszen egyetlen problémája... Igen. Nagyon higiénikus körülmények között fog éhenhalni. Én többségében egyetértek egyébként a Robi álláspontjával. Én azt gondolom, hogyha jó indulatúan közelítek ehhez az állásponthoz, mármint a menstruációs szegénység kiemeléséhez és különügyként kezeléséhez, akkor azt mondom, hogy ez mindenképpen... ahogy a Robi is fogalmazott, egyetlen ügy kiragadásával valójában elfeded az összes többi probléma súlyosságát. Ha nem jó indulaton közelítek ehhez a kérdéshez, akkor valójában ez semmi egyebet nem üzen, még csak nem is indirekt módon, hanem nagyon is direkt módon, hogy mert azt az egyetlen dolgot üzeni, hogy a nőknek megint csak rosszabb ebben a helyzetben, még szegény embernek lenni is nehezebb nőnek, mint férfinak. És ez az állapot, vagy ez az álláspont, miszerint a nőknek minden helyzetben mindig nehezebb, ez egy nagyon sokszor megjelenő, visszatérő motivuma a feminista mozgalmaknak, ami persze számtalan oldalról alátámasztható számtalan érvel, ugyanakkor nem kizárólagos érv, és azt gondolom, hogy ezek mellé nyilván be lehetne sorolni egy csomó olyan ügyet is, amit már Robi egyébként tárgyalt, a gyerekszegénységtől kezdve a műveletlenségen át a hozzájutáshoz való, vagy az ilyen eszközökhöz való hozzájutás lehetetlenségéig. Egyébként a menstruációs szegénység kérdése nem csak a tampon megvásárlásának a képtelenségének az ügyét jelenti önmagában, hanem a tudás hiányát is arról, hogy ezek az eszközök egyáltalán léteznek és használhatóak. A férfiak Magyarországon átlagosan 8 évvel kevesebbet élnek, mint a nők. A szegény régiókban aztán ez az olló elkezd tovább nyílni. Az igazán szegény kelet-magyarországi régiókban már 10 fölött van, 10 év fölött van a különbség, a között, hogy egy férfi mennyit él, meg a között, hogy egy nő mennyit él. Na most ez az aspektus azért, plusz 10 év élet, azért mégiscsak számít. Tehát hogy lehet azt mondani, hogy lehet kiragadni egyetlen vonatkozást is azt mondani, egyébként szexista módon, tehát ez maga a szexizmus. Női nyomor, tudod, megkülönböztetni női nyomort és férfi nyomort, és azt mondani, hogy a női nyomor a feminista mozgalmaknak egy súlyos probléma, a férfi nyomorral ők nem foglalkoznak, nem az ő dolguk. Mi a szexizmus, ha nem ez? Ha én az ellenkezőjét mondanám, és azt mondanám, hogy a férfiak nyomora tartozik rám, hiszen én férfi vagyok, a nők oldják meg maguknak, hát mindenféle himsovinisztának teljes joggal ellennék mondva. De amikor ugyanez ellenkező előjellel történik, akkor valahogy beáll a teljes vakság ez iránt, és ennek a szexizmusnak a vakfoltja a komplett liberális értelmiségre kiterjed. Te nem érzed, hogy miközben valakik mondjuk segíteni igyekeznek, bár szelektíven, és nem a probléma gyökerét, hanem a tünetét megszüntetve, de mégis segíteni igyekeznek, benned egy ilyen dűképződik azzal kapcsolatban, hogy ez nőkről, szóval rögtön el kell mondanod, hogy a diszkrimináció, 8 évvel kevesebb ideig. Mert diszkrimináció. De ezzel állított helyre a diszkriminációt, hogy akkor hozol egy ellenpéldát? Nem. Ezt az ellenpéldát arra hoztam, hogy a Gábor arról beszélt, hogy bizony nagyon komoly érvekkel alátámasztható, hogy a nőknek rosszabb. Hát én meghoztam egy elég gyomós ellenérvet. Én azt mondtam, hogy nagyon csak... De nem kell ezt eldönteni, hogy kinek rosszabb. Nem én állítom, hogy a férfi, én nem azt mondtam, hogy a férfiaknak rosszabb. Én azt mondtam, verseny. Hogy van egy csomó vonatkozás, amiben a nőknek bizony, mert nyilván a terhesség, meg nyilván a gyerekszülés az nem egy leányálom, bár elég sok lány álmodik róla, hiszen belemegy. Hát előtte leányálom, igen, utána asszonyálom. Igen, más, és igen, ez igen, más, igen más, de más nem, nem, a feminista mozgalmak szerint asszonyrémálom. Én meg férfiként tudod, irigylem a nőket, amiért ők szülhetnek. Mert tudod,
Mert a mi számunkra ez nem opció, nem lehetőség, hogy a testünkben neveljünk, és a testünkből fakasszunk egy életet. De tudod, erre meg azt mondják a nők, hogy irigyled, de persze ez itt most csak egy jól hangzó duma, de a fájdalmat nem vállalod át tőlünk. Nem tudom átvállalni a fájdalmat tőlük, nem tudom, nincs rá lehetőség, nincs, nem áll hatalmamban. A legtöbb, amit tehetek, az az, hogy a fájdalmat, a nyomort, a szenvedést, azt nemre, bőrszínre, származásra való tekintet nélkül szánom, vagy anélkül negligálom. Értem az Aszi kérdését, mert ugye ő nyilván arra akart ezzel célozni, hogy ha most te ellenzed ezt az ötletet, hogy valakik mondjuk egy feminista mozgalom tamponokat osszon szét a rászorulóknak, akkor... Nem ellenzem. Igen, egyáltalán a gesztust magát ellenzed-e, hogy addig nem tartod a dolgot igazságosnak, amíg nem tudom, a dolog nem történik kiegyensúlyozottan, és mondjuk a hasonlóan szegény körülmények között élő férfiak is kapnak valamiféle juttatást. Nyilván nem kell elmondanod rosszul a Robi véleményét, nem. Amit már ő előadott. Mondd el a tiédet. Nem, ezt azért mondom, nem. Értem, én nem a Robi véleményét akarom rosszul elmondani, hanem azt akarom mondani, hogy nyilván nem ez az elsődleges cél, hogy valamiféle, hogy mondjam, ilyen egalitárius törekvés mentén mindenkinek adjunk valamit, ugyanis nekem az a problémám ezzel az egésszel, hogy minden kontextus függő. Hogyha valaki ezzel az ötlettel mondjuk 15 évvel ezelőtt állt volna elő, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy te jó Isten, olvasta valahol, hogy a szegény körülmények között élő nők nehezebben jutnak hozzá ezekhez az eszközökhöz, és szeretnek nekik nem tudom tampont osztani, akkor senki nem csodálkozott volna. Most viszont mindannyian érezzük, hogy ez a gesztus nem pusztán önmagáról szól, hanem egy tökéletesen kiüresedett, ritualizált értelmiségi diskurzushoz tartozó valójában politikai aktus. Ami arról szól, hogy minden lehetséges területen meg kell találnunk így a szegénység kutatáson belül is azokat a pontokat, ahol rá tudunk mutatni arra, hogy a nőknek rosszabb. Én ilyes formán értettem, illetve ezért mondtam, hogy a nőknek rosszabb. Nem azt mondtam, hogy ez az állításom, hanem azt mondtam, hogy ez a politikai manőver is erre az állításra igyekszik törekedni, vagy erre a vélt vagy valós igazságra próbál rámutatni. De erről már sokszor beszéltünk itt egyébként, és elmondom újra, hogy szerintem ez a mögött álló talán legfontosabb probléma, vagy az ügy mögött álló legfontosabb probléma az, hogy ezek a kiüresedő rituális gesztusokra cserélte az értelmiség a szociográfiát, a szociológiát, a szegénységkutatást, ennek a problémának a tematizálását, ennek a visszaemelését a közgondolkodásba. Ha emlékszünk még, az idősebbek nyilván emlékeznek a 70-es, 80-as, 90-es évek dokumentumfilmjeire, tévéműsoraira, értelmiségi réteg és háttérműsoraira. A kommunizmusban, tehát még abban a korszakban, ahol elven ezek a témák elhallgatott, voltak, vagy legalábbis kevéssé voltak kívánatosak a kommunista médiaelit és értelmiség számára, még ott is sokkal többet foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, egész egyszerűen nagyobb volt a társadalom ismerete, és amikor azt mondtuk, hogy szegénység, akkor nem menstruációs szegénységről beszéltünk, hanem általában beszéltünk arról az 1500 problémáról, ami a szegény embereket sújtja. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerint a kriptopénzek a semmén alapulnak, és szabályozásra szorulnak, hogy az emberek ne veszélyeztessék a megtakarításaikat további spekulációkkal. A bitcoin és az ether digitális valuták 50%-kal estek a tavalyi csúcshoz képest. Ugyanakkor a szabályozók egyre szigorúbb ellenőrzések alá vetik az eszközosztályt, mert aggódnak, hogy veszélyt jelentenek a pénzügyi rendszerre. Az én nagyon szerény értékelésem, hogy semmit sem ér, a semmin alapul. Nincs olyan mögöttes eszköz, amely biztonsági horgonyként szolgálna, mondta az Európai Központi Bank elnöke. Amikor a központi banki digitális pénz, a digitális euró megjelenik, garantálni fogom, hogy a központi bank mögötte fog állni, és úgy gondolom, hogy emiatt óriási mértékben különbözik majd a jelenlegi kriptovalutáktól, mondta Lagarde. Más európai központi bank tisztviselők szintén kifejezték már az aggodalmukat. Az egyikük Fabio Panetta, az igazgatóság tagja, aki áprilisban azt mondta, hogy a kriptopénzek új vadnyugatot teremtenek, és párhuzamot vont a 2008-as jelzálog hitelválsággal is. Az emberiség nem tanul a saját hibáiból sem, a saját válságaiból sem, a saját összeomlásaiból sem, és újra meg újra a kapzsiság és a pánik lesz úrrá rajta, és újra meg újra a kapzsiság és a pánik hatása alá kerül, és megint belegázol, mert itt az van, hogy a részérdekek, meg a részérdekekhez tartozó kapzsiság és pánik, az felülírja
ezt a kollektív szempontot, a biztonságot. Azt, hogy a közösségeink biztonságban legyenek, és ne legyenek olyanok, akik ahogyan 2008-ban a kaszinókapitalizmus spekuláció logikájára ráfizetnek, úgyhogy a teljes életük munkája rámegy. És ott tényleg az utcára kerülnek. Az a helyzet, hogy nincs kollektív érdek. Megszűnt a kollektív érdek. Csak egyéni érdek van, meg esetleg a család, a gyerekemről való, a családomról, a feleségemről, a közvetlen vérségi alapú hozzátartozóimról való gondoskodásnak a szempontja van, és semmi más nem létezik. Ilyen értelemben nem lehet többé társadalmakról beszélni. Az a körülményrendszer, ahol újra meg újra a gazdagok megszivatják a szegényeket, ahol újra meg újra a leggazdagabbaknak a spekulációjára rámegy a komplett társadalomnak a biztonsága, azt nem lehet társadalomnak tekinteni, és senki nem felelős senkiért saját magán kívül. Itt még talán ez sincs meg. Tehát azt értem, hogy ugye hogy a kapzsiság az az indokolatlan túlfogyasztást, míg a pánik pedig a hirtelen villámcsapásszerű eladást és elértéktelenedést jelenti, de hogy a kriptó esetében nem is a gazdag elit és a Soros György és barátai állnak a háttérben, hanem általában ilyen gyorsagyú, gondolkodó ilyen tech-geek-ek, akik alapítanak egy újat. Nyilván kell hozzá tőke, de nem ezekről a évszázados háttércsaládokról van szó, akiket mindig, ilyenkor említeni. Lehet, hogy nem a Rothschildokról, meg a Rockefellerekről van szó, de ma már minden spekuláns és minden pénzember Rothschild és Rockefeller. Nincsenek már különbségek. És valójában senki sem hozhat semmilyen döntést, amikor a világgazdaság úgy dönt, hogy növekszik, akkor mindenki a kapzsiságra, amikor meg a világgazdaság úgy dönt, hogy megrecsen és bedől, mindenki a pánikra tolja rá a zsetonjait, illetve veszi ki a zsetonjait. Ennek megfelelően törvényszerűen megtörténik újra meg újra 2008, és újra meg fog történni, teljesen nyilvánvaló, egészen addig, amíg el nem jön az a válság, amelyből a világgazdaság már nem fog tudni arra a szintre visszatérni, mint a válság előtt. Eddig ugye a kapitalizmus történetében kizárólag olyan válságok voltak, amelyet követően a világgazdaság magasabb szintre jutott vissza, mint a válság előtt. Akkor, amikor majd el fog jönni az első olyan válság, az első olyan bezuhanás, ami után természetesen talpra áll a világgazdaság, de már nem arra a szintre, mint amekkora szinten a gazdasági válság előtt volt, akkor vonhatják le majd a történészek a következtetést, hogy na, túl vagyunk a csúcson. Na, elkezdődött a civilizáció összeomlása. És akkor jönni fog egy újabb válság, amiből megint talpra fog állni a világgazdaság, de már nem arra a szintre, mint az azt megelőző, nemhogy még azt megelőző válság előtt, és így szépen lassan válságról válságra lassan elkezd majd összeomlani a világgazdaság, és összeomlani a civilizáció. Ez évszázadok alatt is végbe mehet. Senki ne gondolja azt, hogy ez néhány hónap alatt fog történni, és természetesen az lesz az élmény, hogy visszahoztuk, de a számok majd jelezni fogják, hogy már nem arra a szintre jutott vissza a világgazdaság, és akkor elkezdődik az összeomlás. És azt gondoljuk, hogy egy jó állapotban élünk jelen pillanatban 2224-ben, és boldog békeidőként tekintünk az 1980-as évekre, nincs olyan jelentős különbség akkorhoz és mosthoz képest. A vagy nyugatos hasonlata két szempontból is találó az egyik LKB igazgató tanácsi tagnak. Ugye egyrészt az aranyláz miatt, hogy ez a kriptobányászat, ráadásul bányászat, mennyire hasonlít az aranyhoz. Oda gyülemlenek, sokan tönkre mennek benne, néhányan, de azért nem kevesen jól járnak. Másrészt pedig, ha elgondolsz egy ilyen vagy nyugati bankrablásba, ha ott elvitték a pénzedet, tudod, a Santa Fe-i kis porfészek bankból,
akkor tényleg a te pénzedet vitték el. Tehát ott annak a 38 családnak volt benne a pénze, és ha azt a bankot rabolták ki, akkor annak a 38 családnak tűnt el a pénze. Nem, ennek a kultúrája ki kellett fejlődjön, hogy biztosíték van egy bankbetét mögött. Hogy közteherviselés van a bankbetétesek között. Elvileg kifejlődött. Európában létrejöttek a jóléti társadalmak. Létrejöttek azok az állami szervek, meg az az állami funkció, amelyik védi az embereket, és lemondtunk róla, és leépítettük. Én azt gondolom, hogy ez a jobb oldalon, a Margaret Thatcherrel, meg a Ronald Reagannel, a bal oldalon, meg a Bill Clintonnal, a Gerhard Schröderrel, meg Angliában a Tony Blairrel jött el. Ez a neoliberális fordulat. Lemondtunk a szociális jóléti vívmányainkról, hogy visszakapjuk a kaszinókapitalizmust, hogy visszakapjuk a vadnyugatot, ahol nem véd meg minket senki. Mert valójában ez az amerikai sikereszmény, ez az amerikai álom. Bármennyit nyerhetsz, és bármire viheted, ha kiásod az aranyat, de hogyha nem sikerül, akkor ott dög lesz meg, és senki nem sír utánad. És a kesejük fogják fölzabálni a húsodat. Nekem az a bajom a bitcoinnal és a mögötte megbújó ideológiával, hogy sőt, ez az ideológia nem is bújik meg annyira. Az igazi bajom éppen az, hogy a bitcoin elsősorban ideológia, és csak másodszorban gazdasági, nem tudom, eszköz, jelenlét, új típusú, nem tudom, megközelítés, hogy igazából egy senki földjére jutottunk, gazdaságtörténeti értelemben is, meg ideológiai értelemben is, vagy közgazdasági értelemben is. Egyfelől a meggazdagodásnak az a klasszikus, hagyományos, akár fogalmaztunk úgy is, kínezi útja is, amire a Robi az imént célzott, már mint a klasszikus korszakra, mondjuk a 20-as, 30-as évekre, a Rockefellerek és Rothschildok korára, az elmúlt, hiszen tudjuk, hogy hagyományos úton meggazdagodni, valóban meggazdagodni és belépni a nagytőkések világába a 21. században már sokkal kevésbé lehetséges, vagy gyakorlatilag lehetetlen, míg ez, ha nem is volt erre nagy esély, de azért lehetséges volt még a 20-as, 30-as évek Amerikájában vagy Európájában. Ráadásul a jövedelmi különbségek is elképesztően, illetve a jövedelmi különbségek közti, vagy a jövedelmek közti óló is hihetetlen méretűre nyílt. Ugye tudjuk, ez egy ilyen gyakran idézett közhely, hogy a menedzser fizetések a nagyvállalatoknál a 60-as évek a menedzserek fizetése és a legalacsonyabb beosztott közötti fizetéskülönbség nagyjából 60-szoros volt, a jelenben ez lehet 2-3 ezerszeres is. És ott, ahol 2-3 ezerszeres jövedelmek alakulhatnak ki, pusztán csak egy pénzügyi vállalaton, vagy egy multinacionális nagyvállalaton belül, ott egészen elképesztő különbségek, akár milliószoros különbségek alakulhatnak ki a hétköznapok embere és mondjuk a gazdaság nagy szereplői között. Tehát az az állítás, miszerint lehetséges meggazdagodni, mégpedig ez pusztán a megfelelő ügyes befektetésekkel, meg spórolással, meg a hagyományos kapitalista módszerekkel lehetséges lenne, ez az elmélet megbukott, de nem jött a helyébe semmi, illetve a helyébe lépő bitcoin azt állítja magáról, illetve azok, akik nagyon hisznek benne, hogy ez a jövő kapitalizmusa, ez a jövő útja, egy mindentől és mindenkitől független, ellenőrizhetetlen és az állam, illetve a nagy pénzügyi szereplők számára hozzáférhetetlen pénzügyi rendszer, de valójában én még soha nem találkoztam senkivel, aki, és ezt a legőszintébben mondom, és biztos ez egy ilyen nagyon gyerekesnek tűnő és minden oldalról támadható állítás lesz, de én még soha egyetlen emberrel sem találkoztam, aki valójában el tudta volna nekem mondani, hogy mi az a bitcoin. És nekem ez az igazi bajom az egésszel, hogy hát egy ilyen blokklánc, amiben hát így pénz tárolódik, és akkor így be lehet tenni, meg ki lehet venni, de ahányszor végighallgattam eddig ezt bárkinek a szájából, azonnal a holland tulipánhagyma válság jutott eszembe, és számtalan ilyen korábbi történeti előzmény, amikor egy fiktív, vagy egy valójában semmilyen körülhatárolható értékkel nem bíró termékbe fekteti mindenki a pénzét, aminek az értékét az határozza meg, hogy pillanatnyilag hiszünk abban, hogy ennek van értéke, de nincsen mögötte semmilyen stabil valuta, vagy stabil áru, vagy valamilyen stabil pénzügyi megoldás, vagy helyzet, vagy valamilyen állami garancia, ami azt mondaná, hogy igen, de azon túl is van egy viszonyítási alap, amihez képest ez a pénz ér valamennyit, és az az igazi bajom, hogy akik hisznek benne, azok állandóan mítoszokat és ideológiát faragnak abból, hogy ez miért jobb. Nem a pénzügyi megoldásokkal érvelnek, és látjuk, hogy ez egyébként egy rendkívül instabil fizetőeszköz, és hogy ki van téve, jobban ki van téve a gazdasági folyamatoknak az állami valutáknál, vagy a hagyományos pénzalapokban tárolt. Nem feltétlenül, tehát hogy
nem tudod, hogy mind a kereslet és kínálaton kívül, meg a bányászatnak, tudod, az egyre ritkábban előálló új pénzérmén kívül igazából szinte semmi másnak nincs kitéve, hiszen nincs mögötte semmi. Tehát annak, ami nincs mögötte, annak nincs kitéve. Ha, ezt ahogy ezt többször elmondtam már, hogy az értékpapír mögött ott van egy cég és a dolgozói, a tőke értéke, márka értéke, a termelése legalább, meg a fogyasztói, tehát ott történik valami, vagy a jó híre, és ez vagy egy alapanyag hiány, vagy éppen a jó hírének az elvesztése ezt tönkre teheti. A devizák mögött ott vannak országok, vagy akár komplett devizazónák, az országban élő emberek, és az ő munkaidejük, a munkavégző képességük, az ő fogyasztásuk, meg az importerejük, és az államnak a korlátlan hitele, vagy akár egy jegybank, ez, vagy a szövetséges államok, de még ez is tönkre mehet. A kripto mögött viszont nincsen semmi, de ez az képest... erre is igaz, hogy tönkre mehet. Igen, sőt, elképesztően nagy amplitúdóval képes kilengeni azoknak a pénzügyi problémáknak a hatására, mint azért a nagy állami valuták, vagy az állam, nem tudom, az állampapír portfóliók és a nagyvállalatok többsége azért képes kisebb ingásokkal túlélni. De nem az az igazi baj, hogy nincsen mögötte tényleges, valós gazdasági teljesítmény. Nem az az igazi baj, hogy túl könnyű meggazdagodni, hogy kvázi megkerülöd a kapitalizmust. Ezt akartam mondani. És ez az ígéret, hogy nem kell létrehoznod semmit, nem kell hozzátenned semmit a világhoz, és meggazdagodhatsz belőle. Csak a szerencsefaktor abból a játékból, ahol korábban tényleg tettél is valamit, olyan, mintha játékpénz lenne, de aki veszít, az meghal. Egy ilyen Squid Game-szerű, nyilván nem hal meg, csak... Én azt látom, hogy a környezetemben nagyon sok fiatal azért ugrik bele, pontosan azért, mert van ez a depresszív gazdasági környezet, meg a depresszív generációs kilátások, amik ugye arról szólnak, hogy ez a nemzedék már nem lesz képes olyan eredményeket felmutatni, mint a korábbiak, hiszen nincs mögöttük egy olyan tartós és biztonságos és kiszámítható gazdasági, kulturális, pénzügyi háttér, mint amilyen a korábbi nemzedékeknek volt. A legfiatalabbak már nem lesznek képesek saját lakást vásárolni, saját vállalkozást indítani, hiszen az árak... Úgyhogy inkább lottószelvényt vesznek. Ezért inkább lottószelvényt vesznek, és legyártanak mellé egy ideológiát, ami arról szól, hogy de igenis ez a jövő, és ez megkerüli a kapitalizmust. A másik ilyen analógia, ami a tulipánválságon kívül még eszembe jutott egyébként, a 70-es, 80-as évek reformközgazdászainak a kedvelt mondása volt az, hogy ha majd győz a világon mindenhol a kommunizmus, és minden állam áttér a szocialista működésre és a kommunisztikus berendezésre, akkor is meg kell hagyni majd egy darab nyugati országot, hogy legyen kihez igazítani a világpiaci árakat. Minden filléréből lottószelvényt vesz, nem egyszerűen lottószelvényt, mert tudod, a lottószelvény az mennyi? 500 forint, vagy 200 forint? Nem, elkölti a pénzét lottószelvényekre. Minden filléréből, az összes befektetéséből lottószelvényeket vesz. De legalább lenne sorsolás olyan zenekarral, meg azzal a kis hölgyel, aki vezeti. Itt a probléma az, hogy annak a kultúrája, a kapitalizmushoz is tartozik egy kultúra, ha jól csinálják. Ha nem jól csinálják, ahogy Amerikában csinálják, akkor nem tartozik hozzá. Amerikában bármilyen különös, sokkal inkább kapitalista, tehát sokkal neoliberálisabb, sokkal kontrollálatlanabb, sokkal szabályozatlanabb a kapitalizmus Amerikában, de ez nem a kultúráját jelenti, hanem a kultúra hiányosságát. Tehát amennyivel kevesebb Amerikában a korlátozó tényező, meg az állami kontroll, annyival kevésbé kulturált maga a kapitalizmus, annyival vagy nyugatibb, vagy akár mondhatjuk azt, hogy itt Nyugat-Ukrajnában, Észak-Balkánon vagy keletibb a kapitalizmus. A helyzet az, hogy a kultúra hiányosság, a kultúrája a kapitalizmusnak azt jelenti, hogy bankolj. Tudod? Ez nagyon röviden. Ebben az egy szóban összefoglalható, kifejezhető a kultúrája. Ne forgasd vissza, bankolj. Hozzá létre egy stabil, biztonságos alapot, gazdasági alapot, kvázi polgári státuszt önmagadnak, amit nem fektetsz be, amit nem viszel a tőzsdére, amit nem viszel a kapitalizmusba, amiből nem akarsz tőkét faragni, hanem megőrzöd önmagadnak, mint biztonságot. Ebben különbözik a polgár a burzsoától. A burzsoá minden fillérjét visszaforgatja a piacra, pont azért, mert azt látja, hogy amit nem forgat vissza, az halott. Az halott pénz, nem dolgozik neki, nem válik tőkévé. Ez a megközelítés bármennyivel kapitalistább,
mint az, hogy bankolj, annyival kulturálatlanabb. Az, amikor te megkeresel valamennyi pénzt, és azt mondod, hogy na, akkor én ezt a pénzt, amit visszaforgatott nekem a cégem, vagy a nagyon jól menő bitcoin bányászatom, most kettőbe veszem. A felét azt ingatlanba fektetem, vagy nagyon konzervatívan fektetem, be állampapírba fektetem, és kvázi ráülök, hogy fél méterrel magasabban üljek, mint a múlt hónapban. És az már én vagyok, az már az én biztonságom, azt nem teszem kockára, és a másik felét forgatom vissza. Erre azt mondom, hogy aki így működik, képes bankolni akkor, amikor amúgy jól megy, amikor pörög a gazdaság, amikor hatalmas a kísértés, hogy a kapzsiságodra hallgass, és fektess be mindent. Akkor képes vagy arra, hogy bankolj, azok, akik erre képesek, amikor jön a válság, akkor van valamiük, ami nincs kitéve, amit a válság nem vesz el tőlük. És túlélik a válságot, és kvázi vagyonos emberekként tudnak kijönni rálépni a következő konjunktúrára. Azok, akik minden pénzüket visszaforgatják, végül mindenüket elveszítik, és a következő válságot már nem élik túl tőkésekként, hanem már vagy munkavállalók lesznek, vagy öngyilkosok. Nem volt teljesen világos, mert a visszaforgatást a burzsoánál, meg az ilyen tőzsdeszexuálisoknál is használtad, de értelek nagyjából, hogy aki konzervatív, biztosan jövedelmező az a üzletbe fektet, az... Aki állampapírt vesz, vagy ingatlant vesz, arra mondom azt, hogy polgár. Az, aki meg minden pénzt visszaforgat, arra mondom, hogy burzsoá, ma burzsoá, holnap kisember, holnap után halott. Igen, de... Vagy hajléktalan. Ezt két irányból is, hogy mondjam, megtámadnám ezt az érvelést, hiszen azért a burzsóáziára nem szokott jellemző lenni, hogy ők buknának bele a válságokba. Ilyesfajta most akkor a burzsóá vagy polgár, vagy mégsem egészen. Hát akkor nem burzsóá, hanem a polgárt nevezett ki burzsóának. A másik pedig, hogy azok, akik most belevágtak jellemzően kispénzű emberek, és minden, vagy a vagyonuk jelentős részét a bitcoinba fektettek, azok épp hogy nem burzsóák voltak, hanem olyan emberek, akiknek egyfelől nem volt tőkéjük, másfelől hiányzott belőlük valóban az a polgári étosz, amiről beszéltél, a tartalékképzés, a pénzügyi kultúra, stb., ami hogy mondjam, konzervatív, kontinuissá teszi az embert ezen a tájon, tehát nem csak a saját jelenlétét és jövőjét, hanem még a következő nemzedék jövőjét és a jövő utáni jövőjét is megalapozhatja és meghatározhatja, de mondom, ami engem ebben zavar, az, hogy nem pusztán pénzügyi adatok, nem pusztán gazdasági elemzések vagy közgazdaságtani jóslatok mentén cselekszik az, aki a bitcoinba fektet, hanem valamiféle szabadság harc reményében, vagy a nagy rendszerekkel szemben vívott harc mítoszával fog bele ebbe a küzdelembe, és akik már benne vannak, azok hasonlóan, mondjuk, úgy, ahogy mondjuk egy MLM vállalkozásba rángatnak bele embereket, hasonló érvek mentén beszélnek arról, hogy ez most valami más, hogy most végre kiszállhatsz a mókuskerékből, hogy most elfelejtetted az alkalmazotti státuszt. Nekem ugyanannak a szélhámosságnak tűnik egyébként, mint ezek a piramis játékok, meg mint az MVI, vagy akármelyik ilyen multilevel marketinges befektetés, és nagyjából ugyanazok is művelik. Hát azok, akiktől 10 évvel ezelőtt az MVS dumákat hallgattam, vagy 20 évvel ezelőtt, azoktól ma a kriptovalutás dumákat hallgatom, és megint itt van egy csodálatos lehetőség, hogy a kapitalizmust megkerülve, amiről nagyon kevesen tudnak, de én akkor most ezt tudatom veled, hogy a kapitalizmus hagyományos szabályait megkerülve gyorsan lehet gazdagodni, és nincs is semmi kockázat. Bob hangját hallom a szádból. Az MLM szakértőjét. Én amúgy egyetértek ezzel a húrogással, hogy ez kaszinó, sőt annyira adja ez a kaszinó kifejezés, hiszen tényleg szinte lottószelvényt veszel. Én azt érzem, hogy elvarázsolt a rajongókat ennek a találmánynak a zsenialitása, hogy valóban egy nagyon eszes technikai megoldás, mindeközben azt, hogy ez tök jól modellezi azt, ami valóban egy devizával történne hosszú távon, és ezért ilyen ez egy intelligens játékpénz, mert még van benne programozva egyfajta korlátozott inflálódás is azzal, hogy egyre nehezebben lehet megtalálni egy ugye pénzt teremten a rendszer saját magának, amit tenne mondjuk egy országban egy jegybank, vagy hasonló ezt ellátó szervezet, de hogy a bányászat, amiért szintén egy külön, aminek külön van egy fanklubja, hogy akkor én nem veszek,
én csak bányászok. De a bányászatból is ki lehet esni, mert tudod, egy évig bazaltból kell kirángatni, utána meg gránitból, és vehetsz új eszközöket, amik közben annyi széndioxidot termelnek, hogy bárcsak olyan baromi zseniális lenne a feltaláló, hogy azt is ki tudná találni, hogy ez ne energiába kerüljön, hanem valami teljesen másba, bár akkor lehet a végén munkába kerülne, és akkor ugyanott vagyunk, mint a pénzzel. Viszont azt nem emelik itt ki, amellett, hogy az elmúlt egy évben 50%-ot esett a nem tudom, a Bitcoin, meg az Ether, talán ezeket mondta, hogy ezek viszont mentek is ilyen, nem is tudom, 2017-8 között a Bitcoin fölugrott a 20-szorosára, és még 20-21-ben még egyszer a korábbi csúcs 3-szorosára, míg az Ether az meg talán a 2,5-szeresére tavaly, és annak esett vissza a felére, tehát bármikor. Igen, csak tudod, hogy meghúszszorozod a vagyonodat, mert egy ekkora üzletet találtál, ki fogsz tudni szállni a csúcson? Hiszen nem tudod, hogy a csúcson. Kérdés, hiszen az veszít, aki nem száll ki. Hiszen nem tudod, hogy a csúcson vagy. Sosem tudod, itt ez a csapda, sosem tudod, hogy a csúcson vagy, te azt hiszed, hogy a hegyoldalban vagy, és még vezet fölfelé, és most húszszoroztad meg a pénzedet, hát hülye leszel kiszállni, hát itt a hatalmas üzlet, és visszaforgatod a hatalmas üzletbe mindazt, amit megkerestél, és végül semmit nem marad. Ugye nem tudod, hogy tök sötétben mész föl egy hegyre, hogyha úgy tetszik. Tehát azt szokták mondani, tudod, hogy olcsón venni, drágán eladni. Csak hogy fogalmad nincs igazából. Így lehet a kákán csomót keresni. Így van. Fogalmad sincs, hogy olcsó-e valami, ami új, és még soha nem volt drága. Érted? Még nem tudod, hogy most olcsó-e, mert a saját árfolyamain belül látod a hegycsúcsokat. Ha viszont már volt drága, akkor tudod, hogy most újra olcsó, de nem tudod, hogy lesz-e neki még egy nagy sztársága, lesz-e még egy felemelkedése. Most rendben van, hogy olcsón megveszed, de lehet, hogy ez egy egyszerű, tudod, egyszer, ez egy slágeres előadó volt. De erre szolgálnak a hazug MLM mítoszok, a Szabó Péterek, meg a Brian Tracy-k, tudod, akik elmagyarázzák, hogy ez a kis hitűség, látod, ezért nem viszed semmire. Emiatt a gondolkodás miatt. Amiatt a gondolkodás miatt, amikor ott van, itt van a lehetőség, itt van a nagyszerű lehetőség, és nem hiszel magadban, és nem ragadod meg, és tudod miért? Mert nem martad el magadtól időben a negatív embereket, akik ilyenkor azt mondják, hogy vigyázzál, mert bármi baj lehet, ez nagyon rosszul jöhetsz ki ebből, inkább konzervatív módon fektes, mert negatív emberek nem hisznek magukban, és a saját negativitásukat, a saját önbizalom hiányukat akarják rád is áttestálni, hogy megfertőzzenek vele, hogy te neked se legyen önbizalmad, hogy amikor ott van a nagy lehetőség, akkor ne ragadd meg! Számomra a Bitcoin azért problematikus pénzügyi termék, illetve még az MLM-nél is sok szempontból problematikusabb, mert egyfelől ez egy valóban létező pénzügyi termék. Tehát azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen van. Az tagadhatatlan, hogy áll mögötte egy hatalmas, nem tudom, tőke, vagy áll benne sok milliárd dollár, ez egészen biztos. Ezt legalábbis nagyon sokan vásároltak Bitcoint ilyes formán. A nem mögötte, benne. Egészen pontosan benne, igen. Igen, ez a következő problémám, a mögötte vagy benne kérdés. Hogyha benne van, akkor az hol van? És hogyha az Bitcoin, akkor miért nevezzük Bitcoinnak, hogyha az emberek egyébként dollárért, meg egy csomó egyéb valutáért vásárolták, meg azt a terméket, aminek nincs megfogható teste, formája, fedezete hozzá állami garanciája, semmi. Hogy azon túl, hogy, és erről már beszéltünk, hogy nagyon jól reflektál egy csomó jelindejű mítoszra, nagyon jól reflektál az egész korszakot, vagy az egész korszellemet átható bizalmatlanságra és pesszimizmusra. Tehát azon túl, amit elmondtunk, még az is nagyon fontos benne, hogy egész egyszerűen azok az érvek, amik korábban nagyon jól működtek, miszerint állami fedezet, miszerint nagy pénzügyi tartalékok, miszerint egy nagyobb pénzügyi portfólió része lehetsz, ezek a korábbi hívószok olvadtak el mára, és jelentenek sokkal kevesebbet, vagy jelentenek valami sokkal sötétebb dolgot, mint korábban, és ezért fordult az emberek figyelme a Bitcoin felé. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pénzügyi termék, ami klasszikusan azoknak a tőzsdecápáknak való, akik egyébként ilyen százszoros tőkeátéttel sortolnak meg erre van agy
vagyuk, idejük, energiájuk, pénzük és mindenek felett idegrendszerük. Nekik jó az, hogy egyébként a vagyonunk egy részét eljátszák ezzel a különös pénzügyi termékkel, ami idővel majd nyilván kiforja magát, csak ezt az idővel már nyilván kiforja magát dolgot is évtizedek óta hallgatjuk. Vélhetőleg ez nem a bitcoin jövője, meg a pillanatnyi anomáliája, hogy éppen abban az állapotban van, amiben, hanem a termék maga ilyen, hogy ilyen bizonytalan.